Látod, előszedtem őket. Ott hevertek a széfben. Több mint 60 éven át. 3 hete ért véget a háború. Hivatal válaszol. Elküldte egy csomó lány címét. Hány levelet írt? 117-et. Kiválasztok közülük egyet. És szerelmes leszek belé. Kedves Nóra. Kedves Erzs. Kedves Lili. Nem tudom, hogy ismered Debrecenből. Ki küldte? Nem ismerem. Egyszer csak levelem érkezett. Egy ismeretlen írta. Férfi ma sose víz. Kedves Lili. 25 esztendős vagyok. Posta! Kedves Miklós, valószínűleg nem vagyok azonos azzal, akire gondolt. Ennek ellenére szívesen folytatnám a levelezést. Megpróbálom magam lerajzolni. Olyan szeretnék lenni a fotó, mint egy sejtelem. Nem vagyok egy Adonis. Azért nem bírod a pillantásomat, mert egy kóker vagy. Több levelet is írtál azonos szöveggel. Krankheit ist leider schwer. Irreversibel. Hogy vagy? Nagyon jól. 6 hónapon maradt. Ezt állítja ez a hülye Lindholm. Eljöhetné hozzám Eksőbe. Észnél vagyok, utazni akarok! De meg fog halli! Miklós makacsul hinni kezdett abban, hogyha meg tudná állítani a székét, amin ül, akkor talán meg is gyógyulhatna. Az a fickó nem jöhet itt. Még azt akartam mondani, minél előbb a feleséged akarok lenni. Lányok szögdösnek be hozzájuk éjjelenként. Nincs ember, aki eltérítsen. Mikor kibontom a leveledet, reménykedem, hogy benne lesz a dátum. Ekkor és ekkor érkezem. Nincsenek csodák. Voltál már úgy valakivel, hogy elkezdtetek beszélgetni, és hirtelen azt érezted, hogy 100 éve ismered. Egyetlen drága Lilikém. Minden pillanatban jobban és jobban szeretlek. Te vagy a Lili.